Üdvözlöm Önöket, ez a Mi Portánk nyári válogatás magazin. A Mi Portánkon kívül egykoron mindennapos látvány nyújtottak a katonák. Nagykanizsa katona múltja is erről tanúskodik, több régi kaszárnya és kiadvány őrzi a régi emlékeket. A Nagykanizsai Honvéd Egyesület 2015-ben ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. Így nézzük azt az összeállítást, melyen részt vett egy hivatásos katonahölgy is, akinek szoros kötődése van ehhez a gyönyörű hivatáshoz. 1970. Ez volt az az esztendő, amikor katonák, katonaözvegyek és határőrök megalapították a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak klubját. A jubileumi ünnepségen Halmos Ildikó, a szervezetnek otthont adó intézmény igazgatónője is felköszöntötte a közel fél évszázada létező egyesületet. A Nagykanizsai Honvéd Kaszinó régen helyiségművelési otthon, tiszti klub, szóval a városban elég sok elnevezése van, de mindig is a honvédséghez kötődött, és a honvédségi dolgozók itt szórakoztak. 1996 óta működik alapítványi formában ez az intézmény, de a honvédségi nyugdíjas klubok azóta is itt tartják a foglalkozásaikat, itt kapnak szakmai segítséget, és itt érzik jól magukat. 1970-ben alakult meg a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállománya a klubja, ma már Honvéd Egyesület néven működnek. Talán a város egyik legnagyobb létszámával büszkélkedhető nyugdíjas egyesületről van szó, és hát októberben ünnepeltük a 45. évfordulót egy nagyon-nagyon meghitt és szép ünnepség keretében. És azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy akkoriban az 1970-es években nyugdíjas emberek egy olyan közösségi teret kerestek egyesületi formában, ahol azért azok a tagok, akiknek már értelemszerűen nyugdíjasok, nincs egyéb elfoglaltságuk, vagy esetleg nincs közösség, mert megözvegyültek, nincsenek barátaik, ahol összejöhetnek, beszélgethetnek, kulturális programokon vehetnek részt, és ez egy példaértékű kezdeményezés volt akkor. Én ugyanakkor még nem dolgoztam itt, de a kuratórium tagjaitól, például Kónya Pista bácsitól nagyon sokat hallottam a kezdeti időkről. Ez a klub nagyon gyorsan elkezdett nyitni a civil lakosság felé, ami nagyon jó, ma is nagyon szép számban vesznek részt civilek a klub életében is, ez mindenképpen egy előremutató jelenség. A jubileumi ünnepséget megtisztelték a társszervezetek, a fenntartást támogatók, minisztériumi képviselők. Annak okát pedig, hogy fent tudott maradni, és aktívan működik a város legnagyobb létszámú idősügyi szervezete, az egyesület jelenlegi elnöke, Tarernő foglalta össze. Sikerült megőrizni céljaink közül a legfontosabbat, a közösségi szellemet, melynek eredménye, hogy most itt vagyunk, és a Nagykanizsai Honvéd Egyesületről, mint a város egyik legnagyobb, legidősebb idősügyi szervezetéről beszélhetünk. Ez nem kis dolog. Azt hiszem, ebben mindannyiunk munkája benne van. Saját magunknak kell mindenkinek éreznie azt, hogy ehhez a nagyszerű munkához mit adott hozzá. Vannak, akik többet tudtak vállalni, vannak, akik kevesebbet. De azt mondja a közmondás, hogy sok pici sokra megy. Lényeg a végső eredmény. A résztvevők, az ünneplők, a nyugdíjasok és hozzátartozóik a jubileumi ünnepségen egy nem mindennapi produkciót láthattak a színpadon. Nagykanizsán első alkalommal lépett fel hivatásos katona, katonahölgy saját irodalmi összeállítással. Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró csillámló homokszemcséből. És a homokszemcséket köddel ütötte össze. Katona nagyszüleim neveltek fel, és nagyapám volt nagy irodalmi rajongó, és ő nagyon szerette a verseket, prózákat, stb. És egész kicsi korom óta emlékszem, hogyha valamit szerettem volna tőlük kérni, ajándékot, ruhát, babát, vagy bármit, akkor
hogyha szavaltam a nagyapámnak, akkor mindig adott egy százast, vagy valamennyi kis pénzt, és akkor még ez, nem is gondoltam, hogy ennek ilyen utóélete lesz majd. Majd tulajdonképpen az általános iskolában is szerettem szavalni, évzárókon, évnyitókon. Felnőtt koromra már annyira, tehát tulajdonképpen egyáltalán nem foglalkoztam ezzel a dologgal. Majd 2011-ben a Magyar Honvédség meghirdetett egy tehetségkutató versenyt a fegyveres testületeknél dolgozó hivatásos, közalkalmazott, stb. Állomány részére, és akkor még a győri alakulatnál szolgáltam, és a győri kollégáim ebben a versenyben engem titokban beneveztek. Kaptam egy értesítést, hogy jelenjek meg ekkor a Győri Színház színpadán, az előválogatón. És úgy, hogy én erről mit sem tudtam, mert előtte csak narrátori feladatokat szoktam ellátni, és elmentem erre az előválogatóra, majd utána bejutottam a döntőbe, ami a Stefánia Palota által került megrendezésre, és ott megnyertem a vers és próza kategóriát, illetve a szakmai zsűri külön díját is sikerült elhódítanom. A zsűri elnöke Körtvéesi Zsolt Jászhelyi Mari díjas érdemes színművész volt, illetve Szomor György színművészek személyében, és tulajdonképpen innen kezdődött úgy ez az egész dolog, hogy úgy nagyon komolyan. A honvédségen kívül nagyon sok felkérést kapok most már civil szervezetektől, társadalmi szervezetektől, részt veszek jótékonysági gálán, és ennek az esnek is egyébként én nagyon örülök, mert mivel engem a nagyszüleim neveltek fel, katonák voltak ők is, a 84 éves katona főtörzsőmester nagymamám szerencsére a mai napig élt, a múlt héten vásárolt magának egy autót, ezt csak idézőjelben jegyzem meg, és én nagyon szeretem az idős embereket. Én nagyon szeretek az idősek között szavalni. A leghálásabb közönség az idős emberek. És valahogy, amikor színpadra lépek, és itt vannak a nyugdíjas katonák, nekem mindig a nagyapám jut az eszembe is. Nehéz is, de viszont gyönyörű. Ezt az érzést ezt nem lehet leírni. Csak egy éjszakára küldjétek el őket. A pártoskodókat, a vitézkedőket, csak egy éjszakára. Akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk, mikor a halálgép muzsikál felettünk, s láthatatlan magjak él a ködnek, gyilkos ólomfecskék szamaszét röpködnek. Csak egy éjszakára küldjétek el őket. Gerendatöréskor szálka keresőket, csak egy éjszakára. Mikor siketítő bőgni kezd a gránát, s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák. Robbanó golyónak, mikor fény támad, s véres vizet kicsap a vénpisztolának. Egyértelmű volt, hogy követed a nagyszülőket és a katonai pályát választod? Teljesen egyértelmű volt, mint mondtam, ők neveltek fel. Nagyanyám elmondása szerint én előbb tudtam tisztelegni, mint járni. A legelső szó, amit kimondtam, az a szó volt, hogy vigyázz. Urak, akik a világ dolgait igazítjátok, adjátok vissza a helyet. Nem mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világon. Mert nincsen ennek a világnak hely, ami az enyém volna. Azon az egyen kívül. Nem mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba. Mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresni való. Nem mondjátok, hogy lerek magamnak helyet a Kordinejákban vagy a Sierra Nevadán. Mert a más hegyei azok. Nem az egyemek. Az én számomra nincs szépségük, és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet. És azt sem mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa. Mert milliók váltak földönfutókká játékaitok során, és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem.
Mai műsoromban a legkedvesebb prózáim fognak elhangzani. Én úgy gondoltam, hogy mivel itt a nézőtéren katonák foglalnak helyet, a műsorom címének Rendületlenül címet adtam, és Vas Albert prózáiból fogok részletet mondani, világháborús próza fog elhangzani, Reményik Sándor. Én úgy gondolom, hogy hát rajtuk kívül még nagyon sok író, költő írt a hazáról gyönyörűséges műveket, de számomra valamiért ezek a legkedvesebbek. Lenne még ezen kívül, de én úgy gondolom, hogy nekem ezek azért a kedvenceim, mert valamilyen szinten kötődöm hozzá, hogy valami él, ha nem is nekem, de a dédszüleimnek, vagy az ükszüleimnek, vagy amit a nagyszüleim nekem meséltek, hogy mi volt ekkor, mi volt akkor, van kötődés, és egyszerűen annyira szívbe markoló, és egyébként annyira mély érzelmeket táplál, hogy én azért választottam ezt a négy művet. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon, könnyebb lesz majd a sorsod hordani. Eredj! Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadák. Magasából a mérhetetlen égnek. Képzeld a pontot, hogy fészekrakó vágyadat kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed. A hontalanság odakül, nem kesem. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban, nem ácsód a lelkedből, az élő, érző fából, az emlékezés új kereszteket. Az interjú elkészítéséhez és a felvételhez köszönjük a Honvédelmi Minisztérium támogatását. A mi portánkon belüli őszi, téli vagy akár a nyári estéken is jól esik olvasgatni. Egy-két évvel ezelőtt egy olyan könyv látott napvilágot, mely erősen kötődik gyökereinkhez, hiszen elődeinkről, a zalai honvédekről szól. Ráadásul az 1940-ben szolgálatot teljesítő katonák életének tán legfelemelőbb pillanatait tárja az olvasó elé a dokumentum kiadvány, amikor is a második bécsi döntést követően a magyar honvédek békés körülmények közt 1940. szeptemberében bevonultak Észak-Erdélybe. A 246 korabeli fotográfiával illusztrált könyv visszaemlékezéseket, a katonák naplójegyzeteit is tartalmazza. Végre elérkezett a nagy nap, amikor átléphettük azt a vonalat, amelyet 22 év óta magyar-román határnak neveztek. Reggel indultunk Körösnagyharsányból. A falu népe elkísért bennünket a határig. Ennél szebb, ennél fenségesebb ünnepe, mint a mai, még nem volt ennek a falunak. De ennél meghatóbb, gyönyörűbb, dicsőbb menetben még zalai bakának sem volt része soha. A határ előtt megálltunk. A zenekar a Magyar Hiszek egy örök szép, halhatatlan dallamát játszotta. Vezényszó harsant, s a feszes vigyázban álló csapat robbanásszerűen csinálta, a puskával tisztelegjet. Mozdulatlanul, keményen álltunk, csak a szívünk dobogott szokatlan erősséggel. Azt az érzést, amely szívünkben remegett, mely vérünkben zsongott, nem lehet sem leírni, sem mással megéreztetni. A föld, a haza rajongó szeretetét, a nem-nem soha varázsszavak értelmét csak itt lehet felfogni igazán. Erdély népe hitt a nagy magyar feltámadásban. Egy gyönyörű, szívbe markoló beszéd hangzott el. A szónokok hangja zokogásba fúlt, és mi megindultunk. Elsőnek egy huszárszázad indult gyönyörű táncoló paripákon. Ők voltak a letörhetetlen igazság diadalmas heroldjai. Oszlop egyesével vágtattak át a határon egymástól 10-15 méter távolságra. Mindegyiküknek egy-egy nemzeti színzászló volt a kezében. Utánuk egy utásszakasz, az utakadályok elhárítása végett, majd biztosítás céljából egy tiszt vezette golyószórós raj lépte át a határt, s utánuk körülbelül 15 perc múlva dübörgő léptekkel megindult az ezred. A Zalai Honvédek Erdélyben című könyvet november elején mutatták be Nagykanizsán. Szerzőpárosa Szabó Péter hadtörténész és Molnár András, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala megyei levéltárának igazgatója. 1940 nyarán Európában feszült háborús volt a politika és a katonai helyzet.
Magyarország az előző évben kapta vissza a kárpátaljai, megelőző évben pedig a felvidéki területek egy részét, és német katonai segítséggel azt remélte Magyarország, hogy Erdély egészét visszaszerezheti. Németország azonban ez nem nyújtott katonai segítséget, sőt, nem támogatta a katonai megoldást. Az Európában dúló háború azonban arra sarkalta Magyarországot, hogy akár katonai erővel is visszaszerezze Romániától az elszakított erdélyi területeket. 1940 nyarán a nyílt háborús konfliktus fenyegetett Románia és Magyarország között. Amikor a Szovjetunió megszállta Románia beszarábiai keleti, észak-keleti területeit, akkor Magyarország is mozgósította haderejét, és az Alföldön gyakorlatoztott gyakorlatilag a teljes magyar haderő mintegy 550 ezer fővel 1940 nyarán hosszú hónapokig készültek Románia megtámadására. Diplomáciai tárgyalások ezzel párhuzamosan folytak, és az utolsó pillanatban Bécsben sikerült augusztus 30-án megállapodni, akkor született az úgynevezett bécsi, második bécsi döntés, olasz és német kormány közvetítésével, illetve az ő döntőbíróságuk nyomán, és Magyarországnak visszajuttatta Észak-Erdély természeti szépségekben gazdag, ám ipari nyersanyagokban kevésbé gazdag és kevésbé értékes területét. Románia alapvetően jól járt ezzel a döntéssel, miután a iparilag, gazdaságilag értékes területeit megtarthatta. Magyarország viszont a Székelyföldet, Erdély magyar lakta területének döntő részét visszakaphatta. Így kerülhetett sor arra azután, hogy a háborúra készülő hadsereg békés körülmények között 1940. szeptember 5 és szeptember 17-e között békés körülmények között foglalhatta el a román hadsereg által kiérített Észak-Erdély területet. A magyar hadsereg déli szárnyán a második hadsereg kötelékében vonult be az Alai Dandár, a 9. önálló gyalogdandár Észak-Erdélyben, szeptember 6-a és 11-e között, Nagyvárad előterétől a Királyhágón át, a gyönyörű kalotaszegi vidéken át egészen Kolozsvárig. Életük egyik legfelemelőbb perceit, vagy óráit élték át, és napjait, heteit élték át az alai honvédek. Szerencséjük volt, az ő bevonulásukat nem kísérték véres összetűzések, atrocitások, a végig békés volt, és a magyarok lakta területen önfeled boldog ünneplésben részesítették őket, és utólag is így emlékezhettek vissza ezekre a hetekre, hónapokra. Nagyváradon az első Ferdinánd laktanyából hiába vitték el a románok minden elmozdíthatót, hiába hordták el az ágyakat, azért mi mégis nagyon jól éreztük magunkat, s reggelre teljesen kipihenten álltunk, útra készen. Nem volt szükségünk nekünk ágyra, hisz kaptunk szalmát, annyit, amennyi csak kellett. Tehát reggel menetkészen vártuk a parancsot az indulásra. Indulás előtt a laktanya udvarán még volt egy kis pihenő, leülhettünk a fák alá és beszélgethettünk az eddigi történtekről. Mindenki beszélt, mindenki újságolt valamit a másiknak, és mindenki örült. Hogy ne örült volna, hisz Nagyváradon voltunk. Aztán jött a parancs. Néma csend lett. Vezényszavak hangzottak, s pár perc múlva döngő léptekkel elhagytuk a nagyváradi laktanya hatalmas kavicsokkal kirakott udvarát. Fugyivásárhely felé indultunk. A tegnapi örömhullámai még mindig nem ültek el a városban, még mindig szórták ránk a virágot, még mindig éjjeneztek. Nem tagadom, az ünneplés ma is jól esett, de a bakák szeme az ünneplésen, a virágesőn túl ma már mást is meglátott. Nagyváradon keresztül vonulva gyakran ezeket hallottam. Nézd, micsoda jóképű lány, mire a másik. De odafigyelj csak, ott meg egy valóságos angyal jön, kit biztosan most küldtek le az égből, hogy minket folygadjon. A harmadik csendesen szólt. Én kérni fogom, hogy helyezzenek át Nagyváradra. Nagy órám a partibak a zalába, zalába, zalába.
kedve szerint válogathat a jányba, a szőkébe, a barnába. Ha felfúz a zöld hajtókás mondérját, s begyárosan kipedri a bajós után, jány megyecske, mint bolondul utána, mi nálunk zalába. Ennek a kötetnek az anyaga körülbelül 4-5 év alatt gyűlt össze. Az 2010-es évek elején kezdtük el gyűjteni, párhuzamosan a 1942-43-as események a Don kanyarban történtekre vonatkozó dokumentumok gyűjtésével. És a családi kör, az a több száz család, akit megkerestünk, az hasonló volt, ugyanazok a zalai honvédeknek a leszármazottai, katonáknak, egyszerű honvédeknek vagy tiszteknek a leszármazottai, köztük számos nagykanizsai család, akik mind a mai napig családi keretben őrzik ezeket. Kisebb részben a múzeumokban, levéltárakban találhatók, itt a Turi György Múzeumnak is vannak értékes fényképalbumai, de zömében valóban mai napig családi tulajdonban vannak ezek az értékes dokumentumok. Régi katonai nyilvántartásokat és a sajtóban, interneten megjelent híreket, telefonkönyveket összevetve próbáljuk azonosítani az események egykori résztvevőinek leszármazottait és felkutatni őket. Hát ez hosszú évek kutató munkája, ami vagy sikerül, vagy nem. Összességében közel 300 családot kerestünk meg, és nagyon sokan rendelkeztek értékes dokumentumokkal, levelekkel, naplókkal, visszaemlékezésekkel, esetleg fotókkal. Az Erdély bevonulás külön érdekessége, hogy többektől komplett fotóalbumokat kaptunk. Volt olyan fotóalbum, ami megjárta az 50-es években az AVH börtöneit, és néhány fénykép kivételével, kivételes módon visszakapta a család, éppen a kanizsai származású Brajer Pál honvéd őrnagy, honvédőr ezredesnek a családi fotóalbuma volt ez. Édes kis feleségem, szeretett babikám, kedves kisfiam! Nagyfokú elfoglaltságomban némi kis szünet állott be, amit azonnal megragadok és felhasználok arra, hogy neked, édes kis gyönyörűségem, röviden, csak a lényeget érintve, sok kedves, téged is érdeklő dologról beszámoljak. Bár nem jelezted, mégis gondolom, megkaptad Nagyváradról írt lapjaimat. Tábori postával küldtem. Igaz, hogy levélládába tettem, de mégis hiszem, hogy hazatértek képes és tábori lapjaim. Mindenkinek írtam. Nagyon megható volt a nagyváradi bevonulás. Még előbb, hogy Szentes János hazament, elindultunk Vésztőről, hogy a bevonuláson részt vegyünk. Gyalog napi 35-40 kilométert tettünk, rendszerint éjjel. Ezek a menetek nehezek voltak, de mindenkit felvillanyozott az a tudat, hogy a történelem írásának anyagául szolgál. Nagy dolgok voltak, senki sem fáradt nem volt. A határ átlépése csodálatos volt, amilyen könnyes szemmel haladtunk át. Erdély szent és áldott termékeny földjére Olá Szent Miklósnál léptünk át, és onnét az Olá erődítések és erődök, de egyben a magyar nép előttünk ismeretlen és eléggé meg nem érthető mámoros örömújongása fogadott és kísért nehéz útjainkon. Egy-egy község a lelkét hozta felénk, és megváltó Krisztusoknak nevez bennünket, hogy a barbár és minden képzeletet felülmúló állati, bűnös és piszkos uralomnak eltűnését nekünk köszönheti. A könyv megvásárolható a Nagykanizsai Túri György Múzeumban. Műsorunk mai válogatás összeállításának végén pedig látogassunk el a szociális szférába. Stábunk számára egy nagyon szeretetteljes, kellemes élmény volt a 2 évvel ezelőtti látogatás. Nagykanizsa büszke lehet szociális hálójára, azon belül is az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységére, hiszen az összes tagintézményben, legyen szó az idősek otthonáról, klubokról vagy házi segítségnyújtásról, a dolgozók minden nap azon fáradoznak, hogy az idős emberek életét segítsék, megkönnyítsék. 2015-ben a Teleki úton lévő idősek otthonában jártunk. Én 14 éve itt vagyok, de én csak jót, csak szépet mondhatok el az intézetre. A jó Isten áldja meg ezt a drága kis igazgatónőket, most nem hallja. Egy tünemény, egy tündér, egy angyal. Van ez a kis Marika,
egy arany, egy tündér, egy angyal. Péter Józsefné beszélgetett velünk az Egyesített Szociális Intézmény idősek otthonában. A vidám természetű Erzsi néni csupa pozitív dolgot mesélt a mindennapokról. De a szociális hálónak Nagykanizsán nem az otthon az első állomása, Koller Jutka igazgatónő elmondása szerint. Idősek klubja az az intézmény, ahova még a viszonylag egészséges fennjáró idősek bejárnak. Nappali tartózkodásra szolgáló intézmény, ott társat találhatnak, közösségi együttlétet, étkezést biztosítunk a számukra. Eljön az az időszak, amikor betegekké válnak, akár a koruk miatt, akár egyéb akut betegség éri el őket, amikor nem tudnak bejárni az intézménybe, akkor otthon maradnak, és házi gondozottak lesznek. Gondozónők mennek ki a lakásra, és végzik el azokat az ápolási, gondozási tevékenységet, amit az ő állapotuk megkíván. Kor betegség előre haladtával ez a szolgáltatás is már kevés lehet, 24 órás felügyeletet igényelhetnek. Következő állomás az idősek gondozó háza, ami átmenetileg egy éves időtartamra biztosítja számukra a megfelelő ápolást és gondozást. Legvégső állomás lehet a tartós bentlakást biztosító idősek otthona, aki bekerül oda, élete végéig ott tartózkodhat, ott maradhat, és ott végzik el a 24 órás ápolási gondozási feladatokat, mentálhigiénés ellátásba részesülnek, különféle programokon vehetnek részt, aminek egyik példája volt éppen múlt héten az idősek hete rendezvény sorozatunk. A hét nyitónapján, a Honvéd kaszinóban tartott gálán a hagyományoknak megfelelően köszöntötték az ellátórendszer két legidősebb emberét, a 92 esztendős Körmendi Jánost és a 91 éves Végrádi Ágostonnét. Ilonka néni szintén az idősek otthonának lakója. Látogatásunkkor éppen a közelgő decemberi díszítéseket készítették gondozónői útmutatásával. Elég jól érzem magamat. Örülök, hogy ide tudtam gyűjni. Bekerültem ide, nagyon jók a vezetőség, meg a társak is, meg a főzés is, minden étel, minden. Meg vagyok elégedve nagyon. Láthatjuk itt azt, hogy nem csak üresen programok nélkül töltik a mindennapokat, hiszen most is tevékenykednek, meséljen erről egy kicsit, hogy mennyi mindent lehet itt csinálni, nem csak a szobájában van az ember, ugye, jól gondolom? Persze, persze, hát el lehet nyűni ide a közösségbe, beszélgetni a nővér, ugye, aki ide szok nyűni velünk, hogy beszélgessünk mindenről, az életről, aztán meg hát a régiségekről, hogy valamikor hogy volt, ugye. Úgyhogy van is egy könyvem, amit még valamikor a régi időkben adta ki a Kerti Sándor, és a falunak a története, hogy mi volt régen az életben. Hát meg most is így vagyok, hogy nagyon meg vagyok elégedve, hogy így jöttem most. Nagyon. Ezek szerint akkor szeret olvasgatni, szereti a régi történeteket, így van-e egy-két kedvenc, amit szeret írót vagy költőt? Tehát ajánljon egy-kettőt az utókornak, hogy mivel érdemes foglalkozni esténként? Hát ugye van én nekem egy olyan könyvem, mint a Kerti Sándor adott ki a régi, például van a cséplőgép, amikor ugye arattunk, akkor volt születi bál a faluba, akkor ott is ugye mindig megtartottuk a születi mulatságot, fölvonulásot, majd hogyha érdeklik, odaadom azt a könyvet, meg tudom mutatni, hogy valamikor hogy volt a régi időkben. Hát most teljesen más ugye az élet, már minden megváltozott a régieken, de azért érdemes ezt megtartani, vagy megfogadni, hogy a régieket is elő kell venni sokszor.
Egyet még hadd kérdezzek meg, hogyha megengedi így. 91 évesen, hogy szolgál az egészség, hogy tetszik lenni? Hála Isten, nem voltam nagyon nagy beteg. A vérnyomásomat állítólag örököltem az édesanyámtól. 1938-ban jött ide egy orvos hozzánk a faluba, és 66-ban ment el, úgyhogy azt kezelte anyámat és meg engem is. Egyszer kaptam egy kis agyvérzést, de azt is kihevertem, hála Isten, és így meg vagyok még ilyen egészségben. Még azt akarom elmondani, hogy nem volt családom, és akkor fogadtam egy kislányt, 5 éves korától fogva, egy állami gondozottat neveltem fel, aki most a kórházban dolgozik, a sebészeten. Hát ez volt az életem. A bentlakásos intézmény 71 férőhelyes. A nappali ellátást nyújtó intézményben 160 idős embert látnak el. A házi gondozó szolgálatban 56 emberről gondoskodnak. Mindehhez szükségeltetik egy olyan dolgozói közösség, akik nem munkának, hanem hivatásnak tekintik szakmájukat. Az Egyesített Szociális Intézmény bármely tagegységében. A mi szakmánk, a mi területünk olyan, amit nem lehet parancsszóra, vezényszóra, vagy éppen egy magas fizetésért végezni. Az embernek van egy alapszemélyisége, elhivatottsága, ami arra teszi alkalmassá, hogy kiszolgáltatott, rászorult embereken segítsen, vagy hiába van diplomája, nem lesz hiteles ezen a területen. Sajnos évről évre mi is küzdünk azzal a problémával, hogy a magasabban kvalifikált dolgozók elhagynak minket, elmennek más területre, ahol magasabb fizetést kapnak, és igazából már ez a klasszikus szociális gondozás ápoló végzettséggel rendelkező dolgozókat lehet találni a szociális piacon, akik eredendően nem erre a pályára készültek, csak valami oknál fogva eredeti szakmájuknál megszűnt a munkalehetőség, és váltottak. Nem azt mondom, hogy ők nem jók, de nem lehet rajtuk azt az elhivatottságot, azt az elkötelezettséget érezni, mint azoknál az embereknél, akik eredendően erre a pályára készültek. Az az Ibolya, az megint itt van neki a kis ujjában minden. Ezek mind olyan aranyosak, meg ezek a kis pici nővérek is, ezek nem régóta vannak, már azelőtt voltak a kis öregek. De most már nincsenek, azok elmentek nyugdíjba, és most csak újak vannak, de ezek is olyan kis aranyosak, hogy el se tudom mondani. Péter Józsefné nagyon meg van elégedve az ellátásával, nagyon szereti a gondozónőket és az otthonban élő barátnőit is. Családjával aktívan tartja a kapcsolatot, büszkeségéről, unokájáról, féltve őrzi a fényképet a polcán. Az az én mindenem, a drága arany gyerekem, ez Stuart lesz, hogy dicsekedjek is. Olyan? Bizony. Épp tegnap már minden a szüleivel minden nap Skype-ol, de velem egy héten egyszer, mikor a arany kis Marikám ráír, mert le vagyok ehhez a tévéhez, az az igazság. Ágeret látom, de mocska nincs meg. Erzsi néni nagyon vígkedélyű, így mindenképpen szerettük volna megtudni, miben is rejlik a titka, hogy ennyire pozitívan látja a világot. A Szentlélek Isten velem van. A Szentlélek Isten velem van. Dicsőítem, imádom, és mindig kérem minden este, minden reggel, azzal keltek, azzal fekszem, Szentlélek Isten, légy segítségemre, segítsd át a napot, hogy szeretetbe, a családom szeretetébe teljen el. Mindig, mindig. Szóval én a Szentlélek Istentől kapom azt, ami bennem van. Már van, amikor mondjuk le vagyok lombozódva, és akkor olyan szomorú vagyok, de aztán utána hajszik el, hanem engem a Szentlélek Isten szeret. És én imádom, dicsőítem. Én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ha Istent hiszik, a szent lelket kérjék, mert testből és lélekből vagyunk, tehát a lélek itt van velem, itt van bennem. Bennünk van. Ezt tudom csak mondani.
Itt tetszik élni 14 éve már, úgy fogalmazott az imént. Itt ebben a gondozóházban milyen lehetőség van arra, mondjuk misére elmenni? Hogyan vannak az ilyen dolgok? Minden két hétben van szent mise, mindig jönnek a felső templomról. Van két aranyos kis atyánk, az egyik a Bogár Gáspár atya, a másik meg egy kis fiatal, kis tünemény, kis tündér. Mondtam is neki, mert gyóntam nála, és mondtam, atya, csak arra kérem, hogy tündéri aranyos kis pap maradjon, mert akkor boldog ember lesz. De ha megnősül, akkor vége, mondtam neki. Önök a Mi Portánk magazin válogatás kiadását látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!